Hálás és hálátlan egyszerre utolsóként szólni. Közel 600 milliárd forint értékben adó visszatérítést jelentett be a miniszterelnök egy konferencián. A kedvezményezettek az alacsonyabb keresetű gyermekes családok lesznek a tervek szerint. Tehát ha el tudjuk érni az 5,5%-os növekedést, akkor a gyermeket nevelő szülőknek 22. január-februárjában egyszerűen adjuk vissza azt az adót, amit befizettek a 21-es év során a költségvetésbe. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány szerint a minimálbérnek el kell érnie a 200 ezer forintot egy-három év alatt. Ehhez Orbán Viktor szerint a kis- és középvállalkozók adóinak érzékelhető csökkentésére is szükség van. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy két új operatív törzs alakul. A gazdasági élet újraindításáért Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a társadalmi élet újraindításáért pedig Novák Katalin tárca nélküli miniszter lesz a felelős. A kormányfő azt is egyértelművé tette, hogy az uniós fejlesztési forrásokat az ország elmaradottabb régióinak szánja. Tehát ha most forrás lesz az unióból, akkor ezeket mind kivétel nélkül ezekbe a régiókba kell elküldenünk. Jó pár dolgot át fogunk majd most itt a stúdióban beszélni Angyal Józseffel, aki okleveles adószakértő. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Hát az biztos, hogy nagyon sokan már most örültek, és gondolom számolgatnak, hogy akkor jövőre, hogy a miniszterelnök fogalmazott januárban, februárban, ugye ezt meg pontosan nem tudjuk, de hogy a befizetett SZIA-jukat teljes egészében 100%-ban visszakapják. Még mielőtt válaszolna értékelni ezt a bejelentést, azt a gondolatát is tegyük hozzá Orbán Viktornak, hogy azt mondja, hogy az adókedvezmények után SZIA-ról van szó, tehát mindenki csak az kapja vissza, amit be is fizetett, úgyhogy nem pénzosztásról beszélünk. Van a kettő között némi ellentmondás. Ebben az ügyben az a helyzet, hogy Orbán Viktor teljesen korrekt nyilatkozatokat tett. Néhány gazdasági újságíró volt az, aki egy kicsit túllihegte a témát, és nem a valós helyzetet ábrázolta. Arról van szó ugyanis, hogy évközben mindenki csak adó előleget fizet. Tehát nem adót, adó előleget fizet. Azért, hogy majd az adóbevallásnál ennyivel kevesebbet kelljen megfizetni. Azt is tudni kell, hogy a családi kedvezmény évközben nem jár automatikusan, hanem csak annak, aki nyilatkozik. És nagyon sokan nem nyilatkoznak, hogy majd májusban felveszik egy összegbe. Tehát az már nem stimmel, hogy a családi kedvezménye csökkentett összeget kapják meg, mert sokan nem is nyilatkoznak a családi kedvezményről. Jó, de sokan viszont nyilatkoznak. Sokan nyilatkoznak, ott figyelembe veszik, de azt kell tudni, hogy a családi kedvezmény jogosultsági hónap van, tehát nem minden hónapban jár, tehát lehet, hogy évközben születik egy újabb gyermeke, a gyermek befejezi a középiskolai tanulmányait, tehát ez változhat évközben is. Az a probléma, hogy ebből a bejelentésből egy dolog hiányzik. Az a pénz, amit január-februárban megkapnak a magánszemélyek, kérem szépen, ezt vissza kell fizetni májusban. Miért? Mert hát előleget kaptak. Ha az előleget visszatérítik, akkor ezzel az előleggel el kell számolni majd a bevallásban. Ezzel teljesen összhangban van a miniszterelnök úr nyilatkozata, mert ő el is mondta, hogy nem pénzosztásról van szó. Hát, hogyha kapnak a családok 1 millió forintot, az nyilvánvaló pénzosztás, de tulajdonképpen nagyon burkoltan el is mondta azt, hogy kérem szépen, hogy nem pénzosztásról van szó. Hát azt azért jó lett volna hozzátenni, hogy azért, mert ezt májusban vissza kell fizetni. Tehát én mindenkitől azt kérném, egyrészt az, hogy ne költse el ezt a pénzt, mert ez csak 3 hónapja kapja meg, hogy utána viszont be kell fizetni. A másik az, hogy kérném a gazdasági újságírókat, hogy tartózkodjanak attól, hogy adószakmai kérdésekbe állást foglaljanak, mert ez egy viszonylag bonyolult kérdés. Jó, de Angyal úr, akkor most arról beszélünk, egészen konkrét példát azért örülnék, hogyha mondaná ezzel kapcsolatosan, hogyha valakinek a visszatérített vagy visszafizetett maximált összegét mondjuk 800 ezer forintot kap, ön azt mondja, hogy véletlenül se költsékezt el, mert majd májusban ezt újra vissza kell fizetniük. Akkor miért adják? Tehát miért kapja valaki vissza, ha utána újra vissza kell kapni vagy rakni ugyanabba a kosárba? Egyszerűen azért, mert ugye ez jellemző azért a Fidesz gazdaságpolitikájára, hogy sokáig beszélünk egy dologról, de a megvalósulás az jóval később van. Gondoljunk csak arra, most ugye a minimálbér kérdése felvetődött, a 200-es minimálbér, ugye ehhez tartozik a munkáltatói terhek csökkentése. Na most adócsökkentésként már beharangozták, hogy 2%-kal csökken a munkáltatói teher, mikor? Jövő július 1-ével, tehát választások után. Ez nem adócsökkentés,
sem egy választási ígéret. Ha komolyan gondolnák, hogy 2022-től elkezdik a minimálbért a 200-es szintre fölemelni egy vagy két lépésbe, akkor ennek a járulék csökkentésnek is már január 1-én életbe kellene lépni. Tehát most arról van szó, hogy olvastam, hogy a nemzeti konzultáció kérdései között is szerepelni fog, hogy akarja-e, hogy esélyát kapjon vissza. Hát ez úgy szerepelne korrektül, ha úgy tennék fel a kérdést, hogy akarja-e, hogy január-februárban kapjon akár 800.000 forint esélyát, amit utána májusban vissza kell fizetni. Persze azért tegyük hozzá, hogy a hírekben az is szerepelt, hogy ez a bizonyos esélye visszafizetés akkor valósul, vagy valósulhatna meg, hogyha a GDP ezt a bizonyos konkrét 5,5%-ot ugye elérné. Ha nem éri el, akkor ezek szerint, akkor ez az egész gondolat, vagy az egész ötlet, akkor tártalan lesz. Igen, hát azt is hallottam közgazdászoktól, hogy a GDP adat csak február közepén fog rendelkezésre állni. Tehát simán lehet, hogy előzetes becslés az véletlenül 5,4% lesz. Tehát addig, jövő január-februárig végig erről fogunk beszélni, hogy mennyi pénzt kapnak a családok, mennyi pénzt kapcsak. Azt mondjuk, hogy sorry, nem kapnak mégsem, mert hát csak 5,4% lesz. Tehát ezért kell most felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy felfújt lufi, senki nem kap semmit. Egyébként azt is elmondta a miniszterelnök úr, tehát még egyszer mondom, korrektül nyilatkozott, azt mondta, hogy egyszeri jövedelem transfer. Tehát azt sem tervezik, hogy ezt beépítik az adóbevallásba, hogy majd az adóbevallásba ezt érvényesíteni lehessen. Elmondta, hogy kérem szépen, most visszafizetjük, az kész. Kész, ennyi az egész. Tehát a nyilatkozata egyértelműen arra utal, hogy ez egy előleg visszafizetés, amivel aztán a bevallásban el kell számolni. Mert hogy ugye adó előlegről beszélünk, ahogy ön fogalmaz, hogyha jól értem a szavait, és nem ugye adóról. Egy kicsit beszéljünk, mert erre még van durván mondjuk másfél percünk, mennyire egy adószakértő szempontjából mennyire reális az, hogy a minimálbérnek ugye a bruttó összeget, ami jelenleg 167.000 forint, az mondjuk 200.000 forint lesz, vagy lenne? Tulajdonképpen az a probléma, hogy az egész, az összes ilyen intézkedést úgy vetik fel, hogy a gazdaság újraindítása. Na most erre mondtam azt, hogy ha a munkáltató terheket csökkentik, akkor a járulék csökkentés az most kellene, mert most indítjuk újra a gazdaságot, és nem jövő július 1-ével. Azt kell tudni, hogy ha egy brutális minimálbér emelés van, akkor ez nem csak a minimálbéreseket érinti, hanem például aki 190.000 forintot keres, annak is megemelkedik. Tehát azzal, hogy felhúzzuk erőteljesen a minimálbért, ezzel húzni kellene a többi bért is, mert aki eddig nem volt minimálbéres, fölötte keresett 10-20%-kal, most az is minimálbéres lesz. Tehát ez bérfeszültséget okoz. Nem ilyen egyszer a másik, mivel ez kötelező végrehajtani, ez a munkáltatóknak egy jelentős többletterhet jelent. Ezért is kellene a járulék csökkentést ezzel egy időben megvalósítani. Tehát nincsenek összhangban az intézkedések, a kommunikáció nincs összhangban a tényleges megvalósítással. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Lehet egyébként, hogy majd más adószakértő vagy gazdasági jellemző is exponálni fogja magát a kormányfő bejelentésével kapcsolatosan, de ez érdekes volt ez a felvetés, amit ugye említett nekünk így a beszélgetés közben. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.